és mint már kolléganőm említette, stúdiónk vendége Iványi Gábor, az Evangéliumi Testvérszövetség vezető lelkésze. Szervusz Gábor! Szervusz, testvérközösség! Testvérközösség! Ja, én egy kicsit diszlexiás vagyok, de ezt írtam ide. Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze. Igen. Jön a tél. Egyre több munkád van télen. Hogy fogod ezt megoldani? Az az igazság, hogy mi a hajléktalan ellátásban 365 napon át keményen dolgozunk, és sosincs olyan, hogy betöltetlen férőhelyeink lennének. Tehát megjelenik a hírekben az, hogy tegyük fel Budapesten csak 85%-os a kihasználtság, akkor egész biztos, hogy a Dankó utcában az Oltalom Karitatív Egyesület és éppenséggel a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott férőhelyek biztos, hogy 100% felett. Nevezzük ezt nevén, ezt hívod te meleg utcának, fűtött utcának. Hisz ott állandóan meleg van. Hát egyrészt azért, másrészt pedig amiatt, mert nagyjából az utcai elvárások azok, amiket támasztunk mi is az oda betérő hajléktalanokkal szemben, tehát amit az utcán nem szabad, csak azt nem szabad itt. Egyéb helyeken sokkal zártabb és szigorúbb a rezsim, így szokták mondani. Tehát például nem szabad ittasan bemenni, ide be szabad jönni ittasan, mint ahogy az utcán is, hát ittasan van, aki közlekedik. Itt kell, hogy megszakítsalak téged, hisz jó magam, amikor Tel Avivban még az egyetemre jártam és tanultam gyógypedagógiát is, na persze nem fejeztem be, mint általában semmit, akkor nagyon nem szerettem az alkoholistákat. Amikor Magyarországra jöttem, és téged alaposabban megismertelek, akkor mondtam, hogy útközben valaki kért tőlem, adtam, de mondtam neki, hogy ne piáljon már ebből a pénzből, és akkor te azt mondtad, hogy adod azt az adományt, és nem baj, ha egy felest vesz belőle, hisz lehet, hogy az az utolsó mentsége, az fogja benne a lelket tartani. Tehát ne te döntsd el, hogy mire adod neki. Jól emlékszem én erre, hogy erről beszéltél te akkor? Jó, ebben két dolog is van. Egyrészt az írás is azt mondja a bölcsességirodalomban, hogy add a bort a megkeseredett szívű embernek, hogy valami vigasztalása legyen. Ez nem azt jelenti, hogy alkohollal kínáljuk az embereket, de ha az ember adományt ad, akkor onnantól kezdve az a pénz nem az övé. Tehát hadd döntse el szabadon az adott személy, hogy ezt mire fordítja. Mi bennünk van egy ilyen nagyon erős atyáskodó hajlam, hogy irányítsuk azokat az embereket, akiknek segítünk. Az ő szabadságához hozzátartozik, hogy a pénzével azt tesz, amit akar. Én meg eldöntöm, hogyha úgy látom, hogy mindig rosszra használják az emberek, hogy adok vagy nem adok. De a másik dolog az, hogy ha nem is bátorítunk az alkoholfogyasztására, ez nem is jó nagy hidegben, pláne nem csak a belső melegség illúzióját adja, de kiszolgáltatottabbá teszi az embert. Nem foglalkozunk a dolognak azzal a részével, hogy szabad, nem szabad, jó, nem jó, hanem a bajba jutott embert látjuk csak, és megpróbálunk neki állapotától függetlenül segíteni. Gábor, annak idején te létrehoztál ott a Dangó utcában egy kórházat is. Működik is még mindig. Te egy proféta vagy, előre látsz, hogy baj van az ellátással, vagy ezek az emberek olyan állapotban vannak, hogy a kórházakban nem részesítik őket kezelésbe? Tehát miért volt arra szükség, hogy egy kórházat létre kellett, hogy hozzál? Ugye egyrészt itt Magyarországon különösen az egészségügyi ellátással mindig probléma van, mert ez nem egy olcsó tevékenység. Tehát sokba kerül az ember ápolása, és ezért ütközik az otthonápolás és a kórházi ápolás mindig, és a hajléktalan ellátás is, mert aki a saját otthonában tengődik, mondjuk így, azért mégis sok mindent ott saját környezetéből hasznosítani tud, és az intézményi ellátásban ezt mind szakemberekkel kell pótolni. Na most a kórházi ellátásban ugyanez a helyzet, tehát ha oda kell állítanom nem egy családtagot, hanem egy fizetett alkalmazottat az ágy mellé, legnagyobb pénzt a bérek és a járulékok viszik el, olyan nagyon a hajléktalan kórház nincs gépesítve, bár alapvető eszközök ott is vannak, tudunk kis laboratóriumot működtetni, megvizsgálni vért, vizeletet és egyebet. De hát
Tehát inkább ez egy ilyen életmentő elsősegélyhely. Egyébként egy működő belgyógyászati jellegű osztály, ahol hát sebészeti problémákat is kezelünk. Majdnem azt mondtam, hogy röntgenünk nincs, de végül is van, csak nem használjuk, mert ahhoz ugye egy külön személyzet is kellene, tehát végül szakember. Is szakemberek kellenének. De egy nagyon jól működő, 1993 óta jól működő kórház, ez rendelőintézettel, most már pár éve francia üzletemberek, üzletasszonyok gyűjtéséből van női osztályunk is, mert sokáig csak férfiak számára volt ez nyitott, hiszen a hajléktalanok többsége még mindig férfi, de az asszonyok, a nők is ugyanúgy veszélyeztetettek, és egy jól működő, nagy hiányt pótló, valóban egészségügyi ellátást végző kórház. Ide kerülnek hozzánk az eléggé reménytelen esetek, akik nem kórházképesek és tulajdonképpen ezt is adományokból tartott fönn, mint tulajdonképpen a többi intézményt? Van bizonyos, néhány ágyra van az OEP által, ami most fog megszűnni, ugye január 1-től már nem az OEP működik, nem tudjuk, hogy milyen lesz a folytatás. Tehát néhány ágyra, nem a teljes körre, ugye 51 plusz 15 ágyunk van, mert a plusz 15 az a nem utcaképes és nem kórházképes hajléktalanok elő, illetve utókezelésére szolgál, de az 51 aktív ágyon viszont hát sokan végtagelvesztéssel és mindenféle problémával küzdködnek. A nagy gondunk az, hogy nehezen lehet innen, szociális otthonba azokat a beteg hajléktalanjainkat kigondozni, akik már ugye végtagelvesztéssel különösen alkalmatlanok arra, hogy az utcán valahogy életben maradjanak. Gábor, napjainkban a munkanélküliség ugye visszaszorulóban van, de neked szakemberekre van szükséged. Úgy tűnik, hogy ezt te egyedüli módon oldod meg, hisz van egy főiskolád, ahol lehet szocmunkát tanulni, sőt az egyéb témákat is oktatod. Ez a megoldás? A Wesley János lelkészképző főiskolán eredetileg teológia és vallástanárszak volt, de aztán szintén 93 óta még az áldott emlékű Solt Otíliával egy szociális munka szakot indítottunk el, és 93 óta sokan diplomáztak ott, de azóta pedagógia és környezettanszak is van, sokféle okleveles képzés is. Szociális munkások most is sokan tanulnak, nagyon jó a képzésünk, nagyon jól együttműködünk, nem csak hazai, hanem külföldi, mondjuk németországi, franciaországi, vagy éppen izraeli felsőoktatási intézményekkel és szakemberekkel is, de noha keresettek a Wesleyn végzett szociális munkások, mégis az alapvető probléma, hogy ez egy nagyon mostohán kezelt hivatás, nagyon kevés a bér, a megbecsülés, és sajnos még mindig ott tartunk a rendszerváltás után 20-valahány évvel is, sőt az előtt már elkezdődött ez, hogy sokan ezen a poszton próbálnak meg pénzt megspórolni, pedig minden iskolába kellene, a kórházakba kellene, a hajléktalan ellátásban. Akkor most kell újból megszakítsalak, hisz beszéltél iskolákról. Egyre több egyházi intézmény tart fönt iskolákat is. Hol tartasz te ezzel? Mi valahogy nem teljesen ebbe a körbe tartozunk, és pedig azért, mert más egyházakkal együtt tőlünk is elvették 2011-ben az egyházi státuszunkat, és hiába döntött úgy a Magyar Alkotmánybíróság és a Strasbourg-i Emberjogi Bíróság, hogy ezt vissza kell adni. Ez máig nem történt meg, és ezért pereljük a magyar államot, Strasbourgban pert nyertünk, és most is a velünk szembeni, az államtól átvállalt feladatok ellátásából kivont pénzek miatt kénytelenek vagyunk pereskedni. Ez egy szégyen, hogy ezt nehezen tudjuk. De ez nem egy ilyen pereskedő ember vagy, veled meg lehet állapodni. Hát, mint Jeremiás siránkozik azon, hogy jaj, nékem anyám az egész földdel pereskedő emberré
szültél engem, nem adtam kölcsönt, és én sem vettem kölcsönt, és mégis mindenki engem szít. Szóval, ha az ember megőrzi azt a kellemetlen, de mégis kötelességszerű, nem képességét, hanem késztetését, hogy tegye szóvá azt, amit helytelennek tart, akkor szükségszerűen kerül szembe az adott hatalommal, amely szeretne kontroll nélkül kormányozni, amit én tragédiának tartok, ami csak ideig óráighoz jó eredményeket, és hát így kerültünk szembe a jelenlegi vezetéssel is, noha bíráltuk a korábbiakat, és éppen a szegények, a kiszolgáltatottak hajléktalanul. Gábor, de itt van közeleg a szeretet ünnepe. A szeretet ünnepe, vagy a fények ünnepe. Nem lehet az, hogy kezdeményezd azt, hogy régió barátoddal, a miniszterelnök úrral fölvedd a kapcsolatot, és rendezzétek soraitokat, hisz ő nagyon nagyra becsült téged korábban, és egyszer ő valakit nagyon nagyra becsül, akkor azt általában mindig arra becsüli. A gyerekeit te keresztelted meg részben, és ő egy hívő ember, tehát nem lenne egyszerűbb. Te már annyiszor kezdeményeztél mindenféle dolgot, hogy újból kezdeményezd a szent cél érdekében, a béke jobbodat oda nyújtatnád, hisz te egész életeden keresztül mindig történtek veled csalódások. Édesapád úgy szintén lelkész volt, létrehozta az evangéliumi testvérszövetséget, üldözték őt, téged is üldöztek, parlamenti képviselő lettél, és egész életeden keresztül, amióta én ismerek, amikor megismertelek, akkor nem is értettem, hogy a Tel Avivi tengerparton, ha jól emlékszem, nagyon szemtelenül egy ilyen igazi újságíró módjára megkérdeztem, hogy mondd már, Gábor, mi ebbe a biznisz? Valami ilyet kérdezhetem, és te mindegy jámbor türelmesen elmagyaráztad, hogy annál gyönyörűbb dolog nincs, amikor az éhezőnek egy ételt tudsz adni, vagy együtt nyelsz velük egy meleg kanalat. Valahogy így mondtad, akkor nem is teljesen értettem, hisz ez a nyelvezet akkor még eléggé távol áll tőlem, ma már jobban értem, sőt megértem az arra rászorulókat is. Tehát mi az, ami tartja benned ezt, és az egész családodba, a testvéreidbe, az utódaidba, a feleségedbe, aki jobb sorsra érdemes, mint hogy állandóan ilyesmivel foglalkozzon? Hát jobb sorsra érdemes, jobbat érdemelt volna, mint én, ha erre akarsz célozni. Hát nem, hanem hogy nem éjjel-nappal csak a bajt várni, hogy éppen mikor jönnek, mikor csuknak, mikor nyitnak, mikor visznek el valamit. Tehát mi az, ami tartja benned a lelket? Az ige, a segíteni akarás, ez elegendő erre? Az ige mindenképpen fontos, és az a mérce. Tehát ha nekem azt kell latolgatnom, hogy egy adott történelmi helyzetben milyen lépést tegyek, akkor mindenképpen az ige az, ami eligazít, és ebben sajnos nekem több irányba kell megfelelnem, akár például a hatalom felé is, és bármennyire kényelmetlen, mint az idézett Jeremiásnak ugyanilyen volt, ugyan ki kell mondanom olyasmit, amit ő is mondott, hogy ne balhézzatok, most nagyon pestiesen mondom, ott, ahol hát korlátokkal megvert állampolgárok vagytok, hanem imádkozzatok az adott ország jólétéért, és ezen munkálkodjatok is, mert annak jóléteti jólétetek. Na most az ember a saját hazájában természetesen munkálkodik ezen, de ugyanezt lehetne üzenni Erdélybe is, nem azt, hogy hogyan lehet újra és újra kiásni a csatabárdot, hanem hogy ki azon a helyen, ahol él, törekedjék a békére. De ez csak az egyik fele a dolognak, a másik fele az, hogy nem lehet a kiárogatós, személyes kapcsolatokon nyugvó viszonyra telepíteni egy működést és az embernek az életét, vagy ha csinálják némelyek, ez nem én vagyok, hanem azt kell elérni, hogy a jogszabályok függetlenül attól, hogy rokonszenvesek vagyunk-e, függetlenül attól, hogy szót emelünk-e hatalmi túlkapások ellen, akkor is, ami a jogszabály szerint jár, az a jogszabály szerint kell, hogy járjon. Gondolj bele, hogy ugye az előző rendszerrel közel 8 éven át kényszerű szembenállásból 1981-ben a magyarországi
evangéliumi testvérközösség megkapta egy olyan világban a működési engedélyt. Jön egy rendszerváltó fiatal párt, akikkel mi együtt indultunk, és elveszi ezeket a jogainkat. Tehát ez egy tűrhetetlen dolog, és itt ezen az nem segít, és ha ez segítene csak, akkor sem tehetném meg ezt a lépést, hogy én bemegyek, kopogtatok, és türelmesen magamat, hogy mondjam, magamra port szórva megvárom, hogy szóba álljanak velem. Hát muszáj a működésemmel és a stílusommal is azt üzenni, hogy mindazok, akiket ez a megkülönböztetés és igazságtalanság érint, hadd várják meg, hogy valóban a bíróság, a törvények mondhassák ki, hogy valaki jóhiszeműen szerzett jogait hogyan őrizheti meg. Gábor, te keresed magadnak a bajt. Nem elég az, hogy nem tudod, hogy mit hozza holnap. Ez a jámborság, ez egy Istennek tetsző dolog, de vaj a 21. századnak tetszik-e? Nem elég a sok baj, ami körülötted van, még a Közel-Keleten is segíteni akarsz. Amikor röpködnek a rakéták, akkor te izraeli gyerekeket hozol ide nyaraltatni. Izraeli látásérő gyerekeknek mutatod meg a magyar fővárost, elviszed őket Hejcére nyaralni. Hogy fér ennyi jáborság egy emberben? Tehát én újra kérdezem, hogy mi az, ami motivál? Édesanyád utasításai, vagy édesapádnak az igéi, amit belétek nevelt, vagy az az üldöztetés, ami fiatalkorodba ért, amikor a rendszerváltás előtt figyelték minden lépésedet? Több mindent is érintett, és ezek között biztos előkelő helyen van a szüleimtől látott példa, ahogy ők a 71 néhány évvel ezelőtti időszakban próbáltak az üldözötteknek segíteni, részben maguk is érintettek voltak édesapám révén ebben, de ez nem lehetett szempont, hogyha valaki menedéket kért tőlük. De a másik dolog, ami engem, mint egy keresztény egyház vezetőjét kell, hogy foglalkoztasson, és amiről beszélnem kell, sőt cselekednem, hogy kereszténység örökre eladósodott az elmúlt 20 évszázad alatt, különösen Európában összefonódva a hatalmakkal és a zsidósággal szemben megbocsáthatatlan bűnöket követett el, ami Auschwitzban nyerte el a szörnyűséges tetőpontját, és én ezt újra és újra elmondom, hogy nekünk valamilyen látható módon a kiengesztelődést, ha egyáltalán erről lehet beszélni, vagy a szeretetet meg kell vallanunk. És ennek az egyik formája az, hogy minden évben összegyűjtünk egyrészt egy összeget arra, hogy egy körülbelül 20 főnyi csoportot egy hétig el tudjunk látni itt Budapesten, mi fizetjük a repülőjegyet és mindenféle egyéb kiadás, de azon kívül is van egy vasárnap augusztusban, ezt Jeruzsálem vasárnapnak hívják, amikor annak a napnak a persejpénzét az egész egyházból összegyűjtöm, és általában ki szoktuk egészíteni egy kicsit, körülbelül 1 millió forint értékig, mi nem vagyunk nagy egyház, és ezt beszoktam vinni az izraeli követségre, és átadom, hogy bármire fordítsák. Sőt, most van egy olyan dolog is, a metodista világtanács úgy döntött az idén, hogy kivonja a pénzeinek nagy részét izraeli bankokból, nem minden üzletből vonták ki, azzal a felkiáltással, hogy ők a palesztin kérdésben a másik oldal szempontjait igyekeznek figyelembe venni, és én írtam nekik egy levelet, hogy ők egyoldalúan döntenek ebben az ügyben, és mi pedig szeretnénk egy jelképes összeggel izraeli bankokban pénzt elhelyezni. Éppen a érdekes dolog ez a jeremiási példa nyomán, aki megveszi ugye a nagybátyának a földjét Anatótban, azért, hogy elmondhassa, hogy majd még lesz itt igazság, lesznek szőlők, ami alatt békén ülhetnek az emberek, tehát hogy valamilyen módon adjunk reményt az ott lévő embereknek, és Isten őrizzen attól, hogy mi Amerikából, vagy Európából, vagy máshonnan próbáljuk meg elmagyarázni, hogy hogyan kellene Izraelben békét teremteni, nekünk oda kell állnunk
a könyv népe mellé, Isten választott népe mellé, és a szeretetünket gyakorlati dolgokkal kell kifejezésre juttatni, és azt látom, hogy híveim nagy örömmel támogatják ezt a gondolatot, hogy azt, hogy Isten áldja meg Izraelt, őrizze meg, segítse meg, tartsa meg mindannyiunk számára, ezt nekünk sokféle módon, amennyire rajtunk áll, bizonyítanunk kell, vagy támogatnunk. Gábor, te az elmúlt percekben Magyarország, illetve Európa első zsidó közösségi televíziójának vendége voltál. Nem maradt időnk arról, hogy beszéljünk, hogy milyen kerületekben vannak templomaid. Nem maradt időnk arról, hogy átbeszéljük iskolahálózatodat. Nem maradt időnk arról, hogy megbeszéljük, hogy nyáron a nincs teleket hol nyaraltatod. És nem maradt időnk arra sem, hogy beszéljünk a Veszeli János Lelkészképző Főiskolának a lelkészképzéséről, de visszavárunk műsorainkba, hisz azért vagyunk, hogy ne csak a zsidóságot, hanem minden istenhívő embert és mindenkinek a véleményét meghallgassuk. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Az elmúlt percekben tanúi lehettek annak, hogy lehet szeretni, hogy lehet gondoskodni a rászorulókról. Tanuljanak ebből, és ha tehetik, akkor adakozzanak, keressék föl az evangéliumi testvérközösség megfelelő helyeit, hisz nem csak télen, hanem egész évben vannak emberek, akik az utcára szorultak, és ez az a szervezet többek között, aki segít rajtuk, és még sokan máson. Köszönöm, hogy minket választottak, tartsanak további műsorainkba is velünk. A viszontlátásra!